Eurobungee óriás csúszda, cukorágyú, az alkotó sátorban pedig kézműves foglalkozások és gyermekkönyvtár várta a kicsiket szombat délelőtt a Felsőváros ünnepe rendezvénysorozaton, amelyre sok család kilátogatott. Voltak, akik már nem az első alkalommal jöttek a nemzetékek terére. Nemrég érkeztünk, itt lakunk ebbe a hátul a 91-be, még egyelőre ezt szeretnénk kipróbálni, aztán szerintem a többit is ugyanúgy ugróvárat is nagyon szeretnék kipróbálni. A gyerekek többek között ilyen kis játékpoharat készíthettek maguknak a kreatív sátorban. Játékot csinálunk, aminek az a lényege, hogy itt van ez a golyó a legvégén, és hogy a kisgyerekeknek bele kell dobálni a golyót a közepébe. És ez ilyen kis kreatív. Az egész napos rendezvényt az EKMK, a Zöld Panel Egyesület és az önkormányzat közösen szervezte, támogatta. A Berecki Zoltán koncert után az ünnepélyes megnyitón idén 10. alkalommal hirdették ki Felsőváros csillagát. Mint elhangzott, közel 500 közönség szavazat érkezett, ezek alapján pedig 3 jelöltet mutattak be a színpadon, akik önkéntesként sokat tettek a közösség építésért a városrészben. Egy ilyen óriási nagy lakótelepen azért nagyon-nagyon sok munka is nehéz. Programokat szervezni, bevonni a programokba az embereket, hogy ismerkedjenek, ismerjék meg egymást, és vegyenek részt ilyen közösségi programban. Úgyhogy ezt szerettük volna egy jelképes kis ajándékkal megköszönni, elismerni a több évtizedes vagy éves munkájukat, kimagasló munkájukat, és így jött ez az ötlet, hogy Felsőváros csillaga. Oklevelet vett át Radics Istvánné és Kéri Sándor. A Felsőváros csillaga díjat pedig dr. Nagy Zoltán zenésznek, karmesternek, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem docensének ítélték oda, aki aktív közreműködője a régió kulturális életének, zongora kíséretek, szóló szereplések és a hallgatók felkészítésének formájában. 17 évig itt ebben a tömbben laktunk a kis családommal, és 2 éve költöztünk el. Nem gondoltam, hogy így a város rész, hogy én itt laktam, vagy egyáltalán emlékeznek, vagy fontosnak tartják. Úgyhogy amikor megkaptam a jelölést, hát nagyon boldog voltam. Mirkocki Ádám polgármester köszöntőjében elmondta, a motorként funkcionáló, legtöbbször önként dolgozó civilek már szerves részei a mindennapoknak. Annak a súlya jelentős, hogy itt nem valamilyen hivatalos szervezet, nem az önkormányzat, nem a polgármesteri hivatal, nem pártok, nem tudom milyen hatóságok adják ezt a díjat, hanem az itt élő egriek szavazzák meg, hogy szerintük ki méltó erre, és szerintem ennél nagyobb megerősítése az ő hivatásuknak és munkásságuknak nem kell. A 10. jubileumi ünnepség hagyományos faültetéssel és tortaosztással folytatódott. Ezután borbemutatóval, Kovács Kati koncerttel és utcabállal zárták az estét a Felsővárosban.